És még mindig maradunk ennél a témánál, a dolgozók félnek, a tulajdonosok pedig sok helyen még nem döntötték el, hogy beállnak-e a pult mögé azért, hogy vasárnap is kinyithassanak. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint a vasárnapi zárvatartás miatt elbocsátások lesznek, és a bérek is csökkenni fognak. Ugyanettől tartva ellenzi az új szabályozást az Országos Kereskedelmi Szövetség is. De van egy szervezet, amely támogatja a zárvatartást, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. Tavaly alakult, és a vezetője az egyik fideszes képviselő édesanyja. Teltház az egyik zalaegerszegi kávézóban, a plázában bérlik a helyet, és bár vendéglátósként ezután is nyitva lehetnének vasárnap, azt mondják, ha nem lesznek emberek az üzletekben, akkor nekik sem lesznek vendégeik. Természetesen félek, mert igazából most négyen vagyunk a bérleti szerződés miatt, egyszerűen kivitelezhetetlen az, hogy most megmaradjunk minden négyen. A virágboltos még nem tudja, hogy családtagjaival beáll-e a pult mögé kiszolgálni. A profit ugye az... érint minden egyikünket, mint bérlőket, úgyhogy ezt megpróbáljuk áthidalni. Vagy a családtagjaink fognak dolgozni, vagy pedig len a hétvégi nyitvatartások hosszabbak lesznek a plázában. Van olyan érdekvédelmi szervezet, amelyik támogatja az új szabályozást. Igaz, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség csak tavaly májusban alakult. Elnöke Szatmári Jél Angéla, a Budapesti Iparkamara elnökségi tagja. Alelnöke pedig Lázár Vilmos, a CBA felügyelőbizottságának elnöke. Szatmári Jél Angéla egyébként annak a Szatmári Kristófnak az édesanyja, aki amellett, hogy fideszes országgyűlési képviselő, elnöke az iparkamarának, tavaly novembertől pedig Lázár János kereskedelmi miniszteri biztossá nevezte ki, és módosító javaslatot is benyújtott a zárvatartás szigorítására. A hétvégeken is nyitva tartó családi kiskereskedők, odafigyelő, igényes árubeszerzése révén pedig minden megvásárolható lesz időkorlát nélkül. Ezen intézkedések nyomán véleményünk szerint munkaerő elbocsátás nem indokolt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség és a Vállalkozók Országos Szövetsége azonban teljesen másképp látja a helyzetet. A VOSZ még a rendszerváltás előtt alakult, több mint 50 ezer vállalkozást képvisel. Szerintük a piac minden szereplőjét hátrányosan érinti a vasárnapi zárvatartás. Ez egy irracionális és felháborító törvény. A vállalkozók számára ez egyértelműen negatív hatással lesz. A munkavállalók számára szintén, hiszen sokan fogják elveszíteni a munkahelyüket, illetve csökkenni fog a jövedelmük. Dávid Ferenc szerint mindezt a vásárlók is megérzik majd, mert azok az üzletek, amelyek 200 négyzetméternél kisebbek, és így nyitva tarthatnak, monopol helyzetbe kerülnek majd, ami áremelkedéshez vezet.